Hatodik fejezet a haditerv. Legjobb, ha örök homály fedi a most következő fél óra eseményeit. Elég, ha annyit mondunk, hogy Bráunő felügyelő, neve teljesen ismeretlen volt a Scotland Yardon, és Jane Finn fényképe menthetetlenül elveszett pedig micsoda jó szolgálatot tehetett volna a rendőrségnek. A titokzatos ember Bráunő, tehát megint fölül maradt. Az eset közvetlen eredménye az volt, hogy az ifjú kalandorok nagyon összebarátkoztak Július Hershimmerrel. A válaszfalak hirtelen leomlottak és Toppens és Tommy úgy megszerették a fiatal amerikait, mintha egész életükben ismerték volna. Már nem esett több szó a magánkutató vállalatról és abba hagyták a hűvös, tartózkodó viselkedést is. Elmondták a közkereseti vállalat történetét, ami szörnyen tetszett Júliusnak. Amikor befejezték elbeszélésüket, az amerikai tuppenz felé fordult. Eddig azt hittem, hogy az angol lányok kissé maradjak. Azt képzeltem, hogy édesek és oldivatúak és hogy kicsit meg vannak ijedve, amikor arra kerül a sor, hogy vénlány nagynényük vagy komornyikjuk nélkül útnak induljanak. Úgy látszik, hogy én vagyok az elmaradott. A bizalmas beszélgetéseknek az lett a végük, hogy Tupence és Tomi Aritz beköltöztek Tupence szerint azért, hogy Jane Finn egyetlen életben lévő rokonával összeköttetésben maradjanak. És, ha ebből a szempontból nézik a dolgot, senkinek se lehet semmi kifogása az ebben járó költségek ellen. Tette hozzá magyarázat magyarázatképpen, amikor Tomival megbeszélték az esetet. Nem is volt kifogása senkinek se, és végeredményben ez volt a fontos most pedig lássunk hozzá a munkához. Jelentette ki Toppen szerélyesen az átköltözködést követő reggelen. Emmer Beresford éppen a déli, mail, olvasta. Letette alapot és tapsolt. Nagyon hangosan tapsolt. A kollégája udvariasan felszólította, hogy ne legyen olyan szamár. A kakas csípje meg, Tommy, valamit csak kell csinálnunk ezért a pénzért. Tomi óhajtott. Bizony magam is félek, hogy ez a drága kormány nem fog bennünket ítéletnapig napig eltartani a ricben semmiért. Éppen ezért szükséges, amint mondtam, hogy munkához lássunk. Helyes bólintott Tomi, és ismét fölvette a déli mail. Lásson csak hozzá, kedves. Nem fogom megakadályozni szándékai megvalósításában. Látja, folytatta Tuppence, én most gondolkoztam. Újabb tapsvihar jelezte Tomi elismerését. Az mind nagyon szép és jó, hogy maga ott ül és mókázik, Tomi, de nem ártana, ha szintén munkába állítaná azt a kis agyát. Nem tehetem a szakszervezetem miatt, Tuppence. Sóhajtott Tomi. A szakszervezetem tiltja, hogy délelőtt 11 óra előtt dolgozzam. Tomi, mondja, Mit vágjak a fejéhez? Fenyegetőzött Tuppence. Föltétlenül szükséges, hogy most megcsináljuk a haditervet. Halljuk, halljuk. Szóval csináljuk meg. Tommy végre félretette az újságot. Az igazán nagy elméket az egyszerűség jellemzi, mondta, és ez a vonás határozottan megvan magában is, Tuppence. No, halljuk, csupa fül vagyok. Először is kezdte Tuppens mi lesz a kiindulási pont. Ez az, ami nincs, mondta Tomi Vigan. Téved? mutató mutatója erélyesen megmozdult. Két lehetőség is van, hogy merre induljunk. És pedig. Először is, ismerjük a banda egyik tagját. Vittington. Igen. Ezt az embert én akárhol megismerném kételkedett Tomi ez még nem jelent semmit fogalma sincs, hogy hol keresse és a valószínűség egy az ezerhez, hogy véletlenül találkozzék vele. Hát ezt nem hiszem felelte Tuppensz gondolkozva. Sokszor megfigyeltem, hogy ha egyszer elkezdődött a véletlenek játéka, akkor mindjárt sorozatosan jönnek egymás után a véletlenek, a legfurcsább módon. Azt hiszem, ez is egyike a természeti törvényeknek, csak hogy még nem jöttünk rá a nyitjára. Annyiban azonban mégis igaza van, hogy erre nem lehet számítani. De vannak Londonnak olyan pontjai, ahol előbb vagy utóbb mindenkinek meg kell fordulnia. Például a Piccadilly Circus. Arra is gondoltam már, hogy minden nap kiállók oda egy kosár apró zászlóval. Na és mi lenne az étkezésekkel? Kérdezte a praktikus Tomi. Ilyet is csak férfi kérdezhet. Birgyeztette le az ajkát Tupenc megvetően. Mit törődöm én az olyan prózai dologgal, mint az evés? Jó, jó most végezte el a reggeliét és uram bocsa, micsoda reggelit. Tupenc, magának ritka jó étvágya van és fogadok, hogy délutára úgy megéhezne, hogy mind megenne a zászlókat a gombostűkkel együtt őszintén üzolva, ez az ötlet nem valami jó az is megeshetik, hogy Vitinton már nincs is Londonban. Ebben is igaza lehet. Azt hiszem különben, hogy a második kiindulási pont jobbnak ígérkezik. Nos, ki vele hát? Kicsiség az egész habozott Tuppens. Csak egy. Keresztnév. Rita. Whittington említette ezt a nevet, amikor nála voltam. Mondja, már megint valami hirdetésre gondol talán ez lenne a megtelelő szöveg, kerestetik Rita nevű, betörőnő. Nem erre gondoltam. Azt akartam javasolni, hogy gondolkozzunk logikusan. Azt a kettő ember tudja, azt a damverst, nyomon követhette valaki, amikor a hajón volt, ugye? Most már sokkal valószínűbb, hogy aki követte, inkább nő volt, mint férfi. No, ezt aztán igazán nem tudom, hogy miért. Én egészen bizonyos vagyok benne, hogy nő volt és pedig csinos nő felelte Tuppence nyugodtan. Ezekben a technikai kérdésekben meghajlok a véleménye előtt mondta Emmer Beresford halkan. Már most világos, hogy ez a nő, akárki volt is, megmenekült. Ezt miből következteti? Ha nem menekült volna meg, honnan tudhatták volna, hogy Jane Finnnél vannak a kettő iratok? Helyes. Halljuk tovább, Miss Sörlek. Én cselkedett, Tomi. Már most meg lehet, persze, csak éppen hogy lehetséges, hogy ez a no volt az a bizonyos rita, akinek nevét vitintön említette. Na és ha az? Akkor mégis keresnünk kell, és meg is kell találnunk kalusítaniáról megmenekültek között jelentette ki Toppens határozottan. Szóval először a megmenekültek név sorára van szükség ásított Tomi az már itt van. Hosszú listát írtam össze, hogy mi mindenre van szükségem, és elküldtem Emmer arternek. Ma reggel már meg is kaptam a választ, és többek közt a megmenekültekről összeírt hivatalos névsort is mit érdemel ezért az okos kis tuppens. Szorgalom ötös, szerénység egyes vágtarátomi. De most az a kérdés, hogy van-e a névsorban. Ez az, amit nem tudok vallotta be tuppens. Nem tudja. Nem. Ide nézzen. Összedugták fejüket a névsor fölött. Látja, nagyon ritkán írták ki a keresztneveket a legtöbbnél csak emeles vagy miszál. Tomi bólintott. Emiatt kicsit bonyolultabb lesz a helyzet dörmögte elgondolkozva. Tudpensz megrázta vállait a jellegzetes foxi kutya mozdulattal. Nem marad más hátra, hozzá kell látnunk jelentette ki. Először Londonnal kezdjük. Írja ki a listából a Londonban vagy London vidékén lakó nőknek a címét. Addig én fölteszem a kalapomat. Öt perccel később lent voltak a pizzadíjén és pár pillanat múlva már vitte is őket a taxit Hello Rose, Glendover Road hét felé. Ott lakott az a MRS Edgar Keyes, akinek a neve első volt a névsorban. Rajta kívül még hat név volt pontosan feljegyezve Tomi zsebkönyvében a borostyán villa nem volt valami jó karban. Előtte néhány poróz bokor állott, ezek jelentették a borostyánligetet. ligetet. Tommy kifizette a taxit és elkísérte tuppenzté a főkapuig. A lány meg akarta nyomni a csengőt, de Tommy megállította. Mit fog mondani? Hogy mit fogok mondani? Hát azt fogom mondani. Hát bizony nem tudom. Nagyon nehéz. Mindjárt gondoltam, bólintott Tomi elégedetten. Ez az igazi asszonyi taktika. Semmi előrelátás nincs magukban. Kérem, álljon félre és figyelje meg, hogyan oldja meg a kérdést ezzel szemben, például egy férfi. Tomi csengetett. Túlpenc tisztes távolságban megállt. Nagyon rendetlen kinézésű cseléd jött ajtót nyitni. Az arca borzasztó piszkos volt és egyik szemére bangzsított. Tomi zsebéből előkerült a zsebkönyv és a ceruza. Jó reggelt szólt barátságosan és gyorsan. A hamsteadi községházáról jöttem. A szavazók új névjegyzéke végett. Miss. Edgar Keith itt lakik, ugyebár. Itt felelt a cseléd. Kereszt neve. Kérdezte Tomi, készen tartva a ceruzáját. A nagyságának. Eleanor Jane. Eleanor Tomi tagolva betűzte a nevet. Vannak 21 évnél idősebb fiai vagy leányai. Nincsenek. Köszönöm. Tomi gyors mozdulattal becsapta a zsebkönyvet. Jó napot. Erre kérdezetlenül megszólalt a cseléd. Azt hittem, a gázszámlát hozták mondta és becsukta az ajtót. Látja, Tuppensz mondta Tomi, a leányhoz lépe az ilyesmi egyszerű gyerekjáték a férfi elmének. Nem bánom, elismerem, hogy most az egyszer magáé a dicsőség. Pedig soha se hittem volna. Jó tréfa volt, ugye? És ezt folytathatjuk a libitum. Valami zúgfogadóba tévedtek bevillás reggelizni, és hatalmas étvágyjal fogyasztották a körített marhahúst. húst. A név sorokban már szerepelt valami Gladys Mary és bizonyos Marjorie. Az egyik helyen kudarcot vallottak, mert az illető hölgy lakást változtatott, a másikon pedig végig kellett hallgatniuk a szószátjár amerikai hölgy hosszú előadását az általános választói jogról a hölgyről utólag kiderült, hogy Szédi a neve a Szólt Tommy, letéve a sörös poharat, nem sok. Marad benne, most már jobban vagyok valamivel. Most mi jön? A zsebkönyv ott feküdt az asztalon kettőjük közt. Tulpens elővette. MRS Svandtmjer, 20 South mensön Mansions olvasta. Miss Willards Lapington Road 43. Battersea. a Ez, ha jól emlékszem, komorna, tehát nem valószínű, hogy ott legyen és különben is alig jöhet számításba. Akkor először azt a nénit nézzük meg, aki a mély lakik. Tommy, én már kezdek lemondani minden reményről. Ne búsuljon, öreg. Hiszen mindig tudtuk, hogy itt csak valami szerencsés véletlen segíthet. Különben is, még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Ha Londonban nem is érünk el eredményt, előttünk áll még Anglia, Írország és Skócia. Legalább szép körutazást csinálunk. Igaz helyes eltuppensz megvigasztalódva és minden kiadást megtérítenek. De Tomi, én úgy szeretem, ha gyorsan megy minden. Mostanáig egyik kaland jött a másik után, de a mai délelőtről aztán igazán el lehet mondani, hogy unalmas volt. Folytsa el magában ezt a közönséges szenzációhajhászást, Tuppence fedte Tomi a lányt, és ne felejtse el, hogy ha Emmer Brown ő, valóban olvan félelmetes, mint ami ennek mondják, akkor csoda, hogy nem végzett velünk már is KZT, oly szépen mondtam, mintha könyvből olvastam volna. Tulajdonképpen maga sokkal önhittebb, mint én Tuppens bár sokkal kevesebb oka van rá. -e sokat mondóan köhécselt, de az valóban különös, hogy Emmer Brown ő, meg nem töltötte ki rajtunk a bosszúját. Talán azt tartja, hogy nem érdemes velünk törődni, vélte Tomi. tudpence se, sehogy sem tetszett ez a kijelentés. Hogy milyen undok tud maga lenni, Tomi méltatlankodott. Mintha velünk nem kellene számolnia. Bocsánatot kérek, Tulpence. Csak azt akartam mondani, hogy mi úgy dolgozunk, mint a vakond, a sötétben, és neki sejtelme sincs a mi vészt hozó terveinkről. Haha. -ha. Ha, -ha, ha Csatlakozott Tuppence helyezlően és felállott. South Adley Mansions tekintélyes bérház volt a fork, lén, szélén. A húszas száma második emeleten volt. Tominak most már megvolt a kellő gyakorlata és nagyszerűen lehadarta a kérdéseit idősebb nő nyitott ajtót, inkább házvezetőnőnek látszott, mint cselédnek. Keresztnév. Margarit. Tomi kibetűzte, de az asszony közbeszólt. Nem. Jó. Oh, Major Ray, franciásan, értem, bólintott Tomi. Egy pillanatig gondolkozott, aztán bátran megkérdezte, a név sorunkban mint Rita Van Demjel, szerepelt, de ez valószínűleg téves, ugye? Többnyire annak hívják, kérem, de Major a neve. Köszönöm. Ennyi az egész. Jó napot! Tommy izgatottan rohant le a lépcsőn. Tupence a fordulónál várt rá. Hallotta? Igen. Ohj, Tomi. Suttogta Tuppence boldogan. Tommy megértően szorította meg a leány karját. Tudom, öreg. Én is meg vagyok elégedve. Tündérmese álom az, mikor éppen úgy történik valami, ahogy az ember kigondolta lelkesedett Tuppence. Tommy kezében felejtette a kezét. Már az előcsarnokban voltak. A fejük fölött léplek hallatszottak. Oda beszélgettek. És Tommy csodálkozva érezte, hogy Tuppens húzza a kezét és viszi magával arra a keskeny helyre a lift mellé, ahol legsötétebb az árnyék. Mi a? Két férfi jött le a lépcsőn. A fókapun mentek ki. Tupens keze még szorosabban kapcsolódott Tomi karjára. Gyorsan menjen utánuk suttogta. Én nem merek, hát ha megizölő. Nem tudom, hogy ki a másik, de a magasabbik. Vitintön.